Sziasztok, szép estét kívánok nektek! Nagyon rég volt már időmérő epizód így a SnowRunner-en belül, úgyhogy most, mivel hogy úgy jöttek össze a dolgok, hogy lett egy kicsi idő erre is, ezért most ezt fogjuk csinálni. Ugye nagyon sokan mondtátok, hogy milyen jó lenne, hogy ezt a sorozatot már folytatnánk egy kicsit, úgyhogy ennek eleget téve folytatjuk szépen. Na, még annyi van, kis szolgálati közlemény, hogy ugye azok, akik itt a Twitch-en követik élőben a műsort, azok tudnak ugye nézői pontért most már kérni járművet. Tehát ez arról szól, hogy ugye mindig szezonálisan van egy ilyen újdonság. Ugye egy hónappal ezelőtt kezdődött ugye a viccmondós történet, most pedig az ahol jármű kérős, ez ugye igaz most a SnowRunner-re is, igaz az Expeditions-re is, illetve a World of Warships-re is, ami majd ugye jövő kedden lesz. Úgyhogy szia kecske, szép estét kívánok neked! Úgyhogy nyugodtan kérjetek, jó? Úgyhogy a törp, hát Móriában nem nagyon lehet ezt értelmezni, úgyhogy ott sajnos nem. Úgyhogy, de nyugodtan kérjetek járművet. Annyi van, hogy ugye az alapelveknek azért feleljen meg, tehát hogyha Amerikában vagyunk, akkor amerikai járművet lehet kérni, ha orosz földön vagyunk, akkor meg orosz járművet, de ezt úgy is jelezni fogom élőbe, hogyha esetleg ez nem stimmel. Jó, nagyjából ennyi, úgyhogy csapjunk is gyorsan bele, és ugye most Tajmirban vagyunk, nem Tajmir, Tajmir volt az előző szekció, az előző epizód, és most ugye a Kola félszigeten vagyunk, és ugye itt tulajdonképpen nem túl sok ilyen időmérő küldetés van, mert ez egy nehéz régió viszonylag. Ugye ezen az alapmappen van kettő darab, mint ezt lehet itt látni, ez a Battle on the Ice, illetve van ez az Overturned Train Carriage. Na, arra gondoltam, hogy először ezt az Overt Train Carriage-et fogjuk megfejteni, és utána majd a másikat, utána csatázunk a jéggel. Itt ugye el kell jutnunk ide először, hát azt majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk visszamenni oda, és utána vissza kell menni ide a campbe. Oda valahol el kell érnünk. Jó, először is jussunk el akkor a tett helyszínére. Így van, ma este is izgi lesz a történet. Ma csak egyedül fogok menni, mert így jött össze a dolog. Eléggé ad hoc jelleggel szerveződött meg ez a dolog, mert hát na, ez így jött össze. Úgy volt ugye, hogy móriázunk a mai napon, de nem, sokan nem érnek rá. Úgyhogy, hát ez van. Most akkor havazunk egy nagyot. Tudunk így gyorsabbul menni? Nem. Na, talán az a leggyorsabbja. Jó, itt lehet lecsapatni gyönyörű szépen. Hogy ne boruljunk föl. Így van. Jó. Kicsit rég voltam már ezen a terepen, úgyhogy izgi lesz mindenféleképpen. Sem nem akarok beleszakadni itt a jégbe, sem egyebet, úgyhogy kicsit nosztalgikus élményem volt. Oké. Hát ez már jól kezdődik. Oké. Na, akkor megpróbálom kicsivel lassabban haladni. Hát igen, ennek járnak megvan ez a rossz tulajdonsága.
Sajnos. Borul! Azt sikerült azért megfogni. A szentét. Hát igen, egy kicsit lassan halad. A másik dolog egyébként, hogy a YouTube-on aktiváltam ezt a szuper köszönet dolgot, hogyha esetleg valaki úgy gondolja, hogy támogatja a csatornát ezzel, akkor nagyon szívesen veszem. Nyilván, ugye erről korábban beszéltünk, hogy sem a feliratkozással kapcsolatban igazából nem gondolnék senkit se megkülönböztetni azáltal, hogy mit tudom én, korábban kap tartalmat, másképp kapja a tartalmat, vagy más tartalmakat kap. Én ezt nem feltétlenül tartom fairnek, viszont a támogatást nagyon szívesen veszem, mert azért mindig van mind fejleszteni, ez egy ilyen műfaj. Zárójelbe zár. És akkor itt jussunk át valahogy borulás nélkül. Azt hiszem az első 300 méteren sikerült felborulnunk. De jó. Majd, de hogy kell eljutni? Arra emlékszem, hogy valahol itt. És akkor... most nem emlékszem, hogy itt mentünk-e föl. Hát figyelj, meglátjuk, jó? Következő, második waypointnál úgyis látjuk a helyzetet. Kicsit halk az autó, nem? Motor. A zene az elég hangos. Na, így jobb. Egyen jobb, aha. Még azért nem zavaró, de hallani. Istenem, de rég volt ez. Ez megy. Ja, és annyi, hogy ugye a járműkérésnél ugye nyilván ott ugye az épp aktuális küldetésnél azért ott hogyha nehéz megoldani a váltást, akkor azért akkor a következő küldetése érvényes az. Jó, tehát ez mindig egyéni elbírálásos lesz, hogy mennyire hagyom magam megszivatni. Ha azért ultra nagyon, tehát amikor mit tudom én tényleg a legnagyobb hóba kéne valami heavyvel szállítani, valami őrületes nagy cuccost, és akkor írjátok be, hogy a Ford CLT-vel vigyem, akkor lehet, hogy megszavazom azt magamnak, hogy Azt még ne most. Na, és akkor ide kéne eljutni. Vagy? Egy jó hír, Xboxon már teljesen jól fut az Expeditions tegnap óta. Na, tök jó, ez nagyon jó hír, kecske. Most egyébként ugye adnak ki elég rendesen frissítéseket. Tehát már az is egy nagyon jó dolog. Ugye most is jön majd egy, ugye azt Andor kiírta a Discordra, úgyhogy ott meg lehet nézni, hogy mik lesznek pontosan. Ugye ott volt egy ilyen money glitch, hogy ugye az eladott kerekek után is még tudtál pluszba kapni pénzt. Ja, a CLT, hát igen, a CLT, ez tényleg az iszonyatosan nagy szivatás. Még egy Fleetstar, még azt mondom, oké, legyen, de CLT, avval is meg lehet csinálni szerintem elég sok mindent. De azért az tényleg, na. Szia Dunyhás, szép estét kívánok. Ugyanolyan szintnetek volt a csetben, úgyhogy azért nem láttam, bocsánat, hogy írtál. Na nézzük ezt a küldetést. Először oda kell eljutnunk, és utána pedig amoda. Igen. Úgy oda.
Hát, 5 perc. Na nézzük, hogy mit tudunk itt csinálni. Itt szerintem annyit tudunk művelni, hogy itt valahol átjövünk. Erre. Itt kikanyarodunk. Erre eljövünk. És itt. Ez itt egy útjellegű dolog. És... hát figyelj, megpróbálunk itt lemenni. Mit mondtok? És akkor gyakorlatilag innen, meg szerintem az jégen átmegyünk így. Ott van egy kis beszakadós rész, arra majd figyelünk. De erre az egészre van 5 percünk, jó? Nézd ki lesz, nem mondom. Na nézzük, mit tudunk alkotni. Először is javítsuk fel magunkat. Szia kucsó, szép estét kívánok! Na, először is egy jó tankolás. Meg adjunk magunknak lehetőséget arra, hogy egy picit sebződjünk is. Hát igen. Úgy jellegű dolog. Na hajrá! Reméljük nem borulunk föl. Remélem jó utat választottam. Igen, itt valahol ki. Ha, ott ki az ember. Hát ez meg egy nagy okó. Lehet, hogy nem arra megyünk. Ajj, ez így sok idő lesz. Ez így nagyon sok idő lesz. Hát ezen a pompákon. Ú, basszus. Ez így nem jó. Vagy mi? Hol? Ó, basszus. Lehet, hogy tényleg nem jó út. Most egyedül, igen, igen. Sajnos. Nem is így alakult. Ez így kemény lesz. Lehet, hogy nem erre kellett volna jönni. Nagyon nem erre kellett volna jönni. Nem baj, most már erre jövünk. Tudom, hogy tudunk bejutni. Pazd meg! Kösz! Az ott jó. Jó. Stage complete. Hát. Elég huncut. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Húzzat, 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 húzzat. Gyerünk, úgy meg lesz talán. Hát az 5 perc az elég szigorú lesz itt. Én szerintem. Na, megnézzük, hogy merre jöttünk volna. Jó. Vissza arra felé. Az nem volt olyan nagyon rossz. Tulajdonképpen nem követtük nagyon a waypointjainkat. Úgyhogy nem a legjobb. Egy hókuckában elakadunk. Gyorsan. Kár volt megállni. Gyorsan, 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 gyorsan. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Jó. Valahol itt mondtuk azt, hogy a romok felé menjünk le, nem? Talán az a leggyorsabb. Ha, ott valahol. Ha. Hát vagy nem. Hát vagy nagyon nem, erre kell jönni. Pedig ez a legrövidebb út. Húzott, 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 húzott. Még az 5 perc meg lehet. Egyébként. Jó.
Meg ne állj, mindjárt nézem, várjál csak. Hadd legyen meg még először ez. Jó. Melyik oldalról? Jobbról. Ez mindig jó a jobb. A jobb mindig jobb. Oké. Föl ne borulj. Letépem a csúcsod. Kavics, vigyázz. Ha nem borulsz, akkor jó. Jó, nem baj. Sérülj, csak ne borulj. Mondom, ne borulj. Jó, ott. Még megvan, még meg lehet. Meg lesz 5 perc alatt. Hát igen, az nem a legjobb map. Imandra. Hát ez van. És... szupi. Jó, azt hittem nem lesz meg egyébként, ahogy ott elakadtunk a hóba. Na jó, gyors javítás. Egyébként ott a második mappen, ha már szóba került a dolog, ugye Imandrán ott egyetlen egy küldetésünk van, ugye onnan kell... Mármint, hogy onnan kell lehozni egy metal beamet. Nem ide. Hát lehet szavazni, hogy mivel hozzuk le addig is. Úgyhogy bátran. Jelezzétek, hogy mivel menjünk. Így sírva fakadtál volna modok nélkül? Miért? Ne viccelj, hát ez egy tök jó térkép. Nagyon kellemes. És akkor itt kéne valahol átkelnünk úgy, hogy ne szakadjon be alattunk a jég. Hú, anyám. Azt hol is mentünk itt? Ami olyan helyen, ahol viszonylag keveset kell átugratnunk, ugye? Ahol itt. Ott, aha. Várj, ott van egy. Az ott vékony mellé. Jó. Nagyon lassan kell. Vorondével? Melyik vorondével? Jó. Ez itt jó. És akkor itt kell. Nem kettő van? Van egy, mert van. Ami mindjárt megmutatom akkor. Próbálja, hogyha eljutok egyáltalán oda valahogy. Itt akadtunk meg ennyire. Vakon voron. Megnézzük azzal. Meg van a Vorongrád, ugye? Jaj, ez külön van akkor úgy. Jó, megnézzük a D-vel. Én pont azzal mentem ugye múlt hét csütörtökön, ugye avval vittük azt a rengeteg árut. Nekem az nagyon tetszett. De ugye tetszik a hangja, akkor majd fölveszem az engine hangot, és akkor a motor hangot, hogy mindenki jól hallhassa a nyüsszögését. Mondjuk nem tudom, nekem egyébként nem a legtöbb Antarktika. Hát az a tényleg kihívás lenne. De várj, azon nincs... Ja, de van azon van flatbed. Vagy sidebed. Valami van hozzá, én úgy emlékszem. Fájlokból ki tudod venni, csak meg kell találni. De mi? Voron hang. Jaj, várja! Jó. Oké. Hát... Majd beteszem akkor az intro alá a voron nyöszörgést. Na várjál, itt kicsit okosan kéne áthaladni valahol errefelé. Ezt tudom, ez itt egy jó hely.
Majd a valami fás helyen kéne áthaladni. Ezt tudom, ez itt eléggé szivatomos. Egyébként hova kell mennünk itt? Mit kell startolnunk? Jó. Aztán ide kell mennünk. Ide kell mennünk. Ide. Oda. Oda. Amúta. Hű, hát ez egy jó kör. Á, hát igen, az Antarktik az eléggé vadállat. Hát igen, az azóvónak, igen, az egy jó tulajdonsága, hogy ez tényleg viszont átmegy mindenem. Én egyébként megmondom őszintén, még a banditára is gondoltam, KSR-re. Az se egy rossz választás ehhez, mert ugye annak az is négy tengelyes, viszont van hozzá lufi gumi. És az viszont elég jó, ilyen szempontból. Hát az fenn nagyon felborulni nem fog. Hoppa! Illetve hát elásni magát nem fog. Mi az Isten? Az Antarktik? Na majd... Ott leszünk, megmutatom. El, egyébként igen, az Antarktik, azt én is használtam. Nem is tudom, hogy... szerintem pont itt volt a másik térképen, Ivandrán, hogy ilyet... ilyennel próbálkoztunk. És oda kéne becsűrni valahogy? Az a startpont? Várjál. Csak nem. Vicces lesz itt. Oké. Hát, jó van. Induljunk szépen lassan, csak el ne sülj egy. Ez hogy lehet ott? Többen menni értelmesen, hogy ne sülyedjünk el, szerinted. Jó, stage complete. Elég jó. 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 Vadállat Boris, üzemmódba átmegyünk. Minek adtunk el? Ja, basszus. Kötelünkbe. Kötelék. Jó. Majdnem már. Hát, hogy itt a jégen érdemes menni? A kis fenyőket kivágod. Nem is néztem, hogy mennyi azért az időlimitünk hozzá, küldetéshez. Jó, ez itt tettik jó. Oda kéne valahogy átcsörnünk. Jó. Pillanat, most... próbálok nem elsüllyedni. Még nem biztos, nem fogom meg, vagy fog menni, de... ez van. Ez lehet, hogy itt a túl gyors. Aha, túl gyors. Ne! Ó, és ez meg... az. Valahogy, hogy csak át tudunk már menni oda. Aha. Ez jó, ez jó. Csak törékeny ez a jég.
Ez ismerni kéne mondjuk ezért terepet is. Oké. Okay. Arra. Kösz. Ajj! Basszus! Jó. Még megvan az arany serlegünk. Tudom, melyik oldalon érdemes menni. Jó. Ó. Lehet, hogy átmegyek a másik oldalra, mert ez itt egy kicsivel húzósabb, hogy emlékszem. Jó. Jaj. Jó. Igen, jó, hogy átjöttünk ide. Jó, hogy átjöttünk. Mert itt lesz igen egy kisebb... Hát már csak ezüst. Sőt. Mindjárt megvan. Egyébként mindjárt, tényleg mindjárt megvan. Csak oda kéne átsűrni még valahogy. Gyorsan. Csak elsüllyed az arca. Gyorsan. Meg lesz. És basszus mély hó. Gyerünk! Hát? Csak ne bronz! Ah, yeah! Na, szupi! Első rész megvan! Oké, akkor ezt most eltesszük, mert ez nem fog kelleni, és akkor átmegyünk Imandrára. Na, és akkor most szavazzatok. Na, várjál, közben csetet elolvassuk, hogy akkor, igen. Így van. Bandita, az egy pufi gumi, az nagyon jól használható, igen, azt én is nagyon szeretem. Kontrollerrel nem rossz ezt kezelni? Nem, egyébként nem. Megszokás kérdése, de egyébként, apró pici spoiler, érkezik a kormány hamarosan. Na, szóval most szavazzatok akkor, hogy milyen járművel menjünk. Pontokért. Fontos, pontokért. Én addig előkészítem, mert itt beszéltünk a Voronról. Ja, ez Voron A, Voron D és Grát, igen. Na, én a D-t használtam. Ugye a D-t használtam múlt csütörtökön, és én avval teljesen meg vagyok elégedve. És azért a D-t egyébként az A-nak ugye egy picivel kisebb a tankja. Hát na. Hidratálás. Már is iszunk. Egészség. Na, szóval várom a szavazatot. Mi legyen? Vagy döntsek én? Legyen az ov? Jó, melyik az ov, várjál? Mert ugye, hát ebben nem lehet megcsinálni, van a tankos az ov, várjál, ezt megnézzük, hogy ezt egyáltalán van ezen sidepad. Van, ebben is lehet csinálni. Így van kucsom, már nincsen vicc, eddig volt vicc, és most már lehet járművet kérni. Szóval melyik az off legyen? A katonai vadállat, ez, az elpusztíthatatlan, vagy más, a másik. Ne, ez se rossz egyébként.
A melyik nekem szimpi? Igazából megmondom őszintén, igen, az Azov 5-ös az igen rövidebb feladatokra jó, de ez egyébként pont az, úgyhogy legyen ez. Ezt szépen kis pimpeljük. Ez egy eléggé vadállat jármű egyébként, használtuk ezt régebben. Azt is azt hiszem ezen a pályán. Na nézzük, milyen gumit tegyünk fölre. Ami egy kicsit. Hát ne ezt. Na legyen Jack of all trade-ös. Mik legyen az... Hát... Legyen ez. Itt pont nem a láncos erre ez a feladathoz az ideális, mert mindjárt mutatom, hogy miért egyébként kucsú. Legalábbis az én véleményem szerint, mert ugye itt az van, hogy a hegyről kell lehozni azt a vackot. Na nézzük, remélem, hogy egyébként daru nem kell. Így van, itt pontosan donyás, így van, ezt akartam mondani, hogy a jégre a lánc való, így van, viszont a hóban meg nem annyira jó. Szóval a küldetés az az, hogy nekünk itt, ugye el kell mennünk oda, itt fel kell karmolnunk egy metal beamet, ott fel kell venni egy metal beamet, és ide eljuttatni. Most erre a legideálisabb útvonal az úgy néz ki, hogy ez. Na most ez az útvonal egyébként közel sem ideális, ezen már jártunk, és hát borzalmas. De tényleg, tehát ennél szarabb útvonal a világon nincs. Nem baj, megoldjuk. Jó, itt megpróbálunk erre átmenni. Erre még úgysem jártam soha, úgyhogy itt megyünk fel. Jó, most, hogy megvan minden. Hát igen, jogos. Teljesen értelmetlen kifejezés, mert csinálunk egy jó nappalt, vagy legalább egy reggelt. Imandrán ideális nincs. Ez így van. Jó kis zabálós azok. És az azovok fordulókörét ez is megörökölte. Igen, az baráti. Lehet, hogy akkor arra hozzuk el visszafelé a vasat. Mert arra emlékszem, hogy a jobb oldali rész az, ami nem a kis tó felé van. Hát az nagyon veszedelmes. Ott azért van küzdés. Csak scout-tal mentem. De hát az betyárosan szor. Hát igen. Én is úgy látom, hogy azért már nagyon erősen szupürtyüli föl a litereket. Talán a küldetés még meg lehet vele csinálni. A garázsból sikerült kiállni. Na, kipróbálom, mert én mondom, én még soha nem jártam arra. Na, majd most. Jaj, a gumifa. A legkedvesebb gumifánk. Nem azt akartam meg, nem azt. Mi se tettem? Nem 3000-ért kellett volna tankolni, azaz. Hát nem, hát 3000-ért az már nagyon csúró. 5000. Ez a kedvencem. Ez is az a kedvencem, hogy egyébként még a tag odaad a kutasnak, tudod. Miután megkérte, hogy 5000-ért tankoljon, odaad neki még 1000-est, hogy akkor... Köszi barátom. Faszmeg. Oké.
Na, gyerünk. Ja, elfelejtettem, hogy az imandra. Igen, kicsit idegesítő az a... Na, és akkor itt kell bemenni. Hát nézzük, erre még soha nem voltam. Kíváncsi vagyok nagyon. Mit lehet, hogyan? És itt át a köveken? Gondolom. Csak nem torony irány. Azért nem mondanám teljesen barátinak. Na, hajrá, hajrá. Hajrá. Jó. Te a tó közepén mentél? Hát nem mondom azért. Oké. Okay. És hol menjek a tud? Nagyon beborulni. Hú, az anyát. Nem lehet. Ez nem annyira barátom. Baráti. De már, most mi van? Azért... Ki javasolta, hogy erre bejöjjünk? Ez egyáltalán nem baráti. Kedves uraim, ez nem. Ez nem baráti. Közel se. Akinek ez baráti? Hát... Nem áll. De nem tudja, hogy milyen a baráti. Na jó, jön. Na, micsoda, hogy ez a baráti? Hát... Nagyon rossz barátaid vannak akkor, hallod, hogy ez itt nagyon... Igen. Minek ellenség, ha a baráti ilyen? Igen. Na, mindjárt meglátjuk még itt, mivel szembesülünk. Benyóval, mondjuk nem... Hát, hogy hozni kellett volna magunkkal valami pódot. Na, de legalább inkább, akkor megnézzük a másik irányt is, hogy az mennyire részes így. Hú, hát azért ez egy tényleg nem a legkedvesebb hajtásunk. Így. Ah! Ez itt tepter autónak való környezet. Kérem. Hát, hallod? Baráti. Oké. Belevittetek a rosszba. Értékelem. Oké. Lehet, hogy inkább itt így fogunk menni. Lóba, mert... Ló minuszba. Messze vagyunk még? Úgy őszintén, hogy... Hát jó, hát vannak mazoista típusú emberek, akik szeretik az ilyen utat. Igen, már messze. Köszi. Hú, hallod, de azért benyóba tényleg nem állunk túl fényesen. Nem baj, most a ló plusszal sokat fogunk megfogni. Nézd meg, vissza fog párologni a benyó a tankba. Na, már itt is vagyunk, látod? Hú, hallod. Hát, igen. Reméljük, hogy könnyebb lesz egy fokkal.
Fél tank már elment. Jó. Még ide lehet, hogy be kellett volna tolatni. Na, nem baj. Ez pedig csodás. Egy kicsit indokolatlanak érzem ezt a rengeteg icillonozást. Na jó, viszont megvan a vasunk. Oké. Okay. Jó. Oké. Okay. Ja, hát azért nem az összeset, de igen, azért egy keveset sikerült itt eltolni. Figyelj, mit szóltok ahhoz az abszurd rövidítéshez, hogyha itt egyenesen mennénk valahol? Itt, nézd csak. Itt átmegyünk valahogy. Ide. Na? Menjünk arra? Szerintem menjünk. Nekem tetszik. Na, nézzük először is a küldetést. Mennyi időnk van? 4 perc. Szerintem az jó lehet. Oké. 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 Elég kérdéses út, nem baj, ha mégiscsak azokval vagyunk. Nem akkora nagy kérdés ez. Nem boruljunk. Egyetlen egy kérdés az az. Jaj. Hallott, hiába húzom, érted, balra. De már. Belakadtunk egy macak fába. Jó. Ez. Oké. Kösz. Oké. Ne. Oké. Ez addig jó. Igen. Elnézést kérek, hogyha beletiportam itt a lelki világodba. Ez se sokkal jobb. Nem mondom. Azt a szentét hallod, azért ez itt egy jó hely. 4 perc az elég izgi lesz így. Mi az, hogyha úristennel lehet itt eljönni? Komolyan, hogyha ezzel nem. Na, gyerünk! Lendülj! Jó, most már lefelé megyünk, mert nem lesz baj. Ugye? Benzinéségben szenvedünk. Oda kell csak levinni. Jó. Hát ez a tényleg lehet, hogy nem lesz jó. Basszus, nem áll. Mivel lehet kapaszkodni? Hát ez mi? Ez mi már? Na jó, hát ez... Oké. Okay. Oké. Okay. Csak nem... Azt is nem hiszem el.
Hát ez hallott. Eszement egy hely. De itt ezt 4 perc alatt hogy viszed le? Őszintén. Fölleborulj! Hát ez így nagyon szar. Ez így, figyelj. Hát ez nagyon kaki. 4 perc alatt ez biztos nem viszed, de semmivel se. Főleg ennyi benzinnel nem. Igen, ez 1 méter hólat 60 centi sár, köszi. Hallod, de mi ez? Ez... Nem már. Hát ezt nem fogjuk tudni elvinni ezzel a teherautóval. Nincs üzemanyagunk. Ez komolyan. Ez jó, hát ez... Jó. Meglendült. Reméljük, hogy lesz még annyi üzemanyagunk hallott, hogy eljutunk odáig. Ez lesz a halál. Nem lesz elég üzemanyag. Nem lesz elég üzemanyag. Nézd meg. Állj, de már hallod. Valami takarékosabb vas kéne ide. Várjam, itt merre kell menni. Arra. Jó. Arra. Hát, de nem gondoltam volna, hát azért nem olyan kevés az a 200 liter. Ajjaj. 12 liter hallod, azért az nagyon karcsú. Meg ez az idő is, ami... Nagyon karcsú. Ha is már dadog. Nem fogunk odaérni. Nem fogunk odaérni. Ne! Ne, menjé. Gyerünk. Nem, ennyi. Meghút. Hallod, és ott a cél. Ennyi. Jó. Oké. Hát akkor... ez sajnos nem sikerült. Jó. Akkor legyen a másik azon, mit szóltok? Van az itt esetleg? Legyen a másik azon, az talán egyel cuccosabb. Tajga? Hát az is zabál egyébként. Na melyik legyen? A 605-ös vagy a tajga? Legyen 605, ahol úgyis rég mentem. Az biztosan elmegy mindenhol. Legalább bizonyíthatja a rátermettségét. Tajga, el akar? Hát lehet egyébként, igen. Várja, ez jó. Oké. Jó. Várj, egy tetőre nincsen egyébként valamilyen izéjön. Ilyen supply. Ez nem itt ki? Itt van. Oké. Okay. Megvan. Na hát akkor...
De az még nekem sem volt meg. Nem is lehetett, hogy így van, mert az később lett meg az a terrautó. Viszont ó, hát ez nem is ezik. Nézd meg, milyen jó leszik ez. Semmit se eszik. Semmit se nem. És milyen jól kanyarodik. Hallod-e? Jó, hát egy kicsit böszme, overkill. Hát igen, ide tényleg a négy tengelyes illik, ezt nem vitatom. Hú, ez megy. Szerintem ebben nem lesz gond. Ezt simán meg fogja csinálni. Szerintem low minuszba is. Betesszük, végighúzza a pályát. Mégiscsak erre lett tervezve az a vas egyébként. Ez ilyen ilyen írdatlan nagy, ugye ez az interkontinentális rakétaszállítónak lett, azt hiszem, tervezve ez. És hát ennek megfelelő terepjáró képessége is van. Hey. Na, a gumifen átmegy? Vajja, ezt kipróbálom, mert azt mondták, hogy ezt így is át lehet. Ó, hát ez így sokkal jobb. Oké. Okay. Nem kell ott nem tavóba menni. Ennek még moddolt verziója? Atya úristen, hát ennek minek? Ez amikor már tényleg a moddol, vagy az OP járművet még tovább húzzák, ez már ilyen számomra értelmezhetetlen, tehát hogy most azért nézzük meg tényleg, hogy honnan indultunk, érted, ott van a... Menjünk a tavon keresztül? Menjünk a tavon keresztül. Ugye ott volt a Fleet Star, meg ezek, a GMC, amire tényleg úgy éreztük az elején, hogy hát, abban mindent meg lehet csinálni. Uh-huh. Aztán bejöttek ezek a dögök, és az összesnek elhalványult a fénye. Na, gyerünk. Meg tud csinálni. Nagy vagy és erős. Itt egy római radiátor. Hát itt sokkal jobb itt a sziklán menni egyébként. Hozzáteszem. Hát igen, mindent elhúz, miközben 100-zel megy. De nagyjából 100-at is eszik, tehát 100-nál többet, lényegesen többet. Én úgy tudom, hogy a Krasz volt az, amelyik ugye 100-on 100-at evett, de az egy klasszissal kisebb jármű. Jó, ez szépen felhúzunk magunkat. Ebben lehet, hogy meg lesz a 4 perc. ...39 literes dízel? Az igen. Dupla turbós? Intercooleres? Persze, 600-as tartály. Mit csinál a Krasszban 15 literes V8-as van? Az igen. Még nem tudtam, hogy ez csak 8 hengeres. Én azt hittem, hogy ez annál kevesebb. Mondjuk 15 liter, hát végül is, most miért? Én belegondolunk egy Volvo. Egy FH16-ban is ugye 16 literes motor van, kivéve ugye most a legújabb, amiben már 17 literes, de még mindig az FH16 szériához tartozik. Na igen, ebben tényleg be kell tolatni, mert ez különben esélytelen. De mondjuk borulni sem nagyon fogunk ezzel. Így van, szépen ráfordulunk.
Gyönyörű. Gyönyörű. Miért kell néma csend a V8-as emlékére? Ó, hallod, nézd meg. Tökéletes. Ja, hogy most a nagy elektromosításra gondolsz, hogy minden autó most elektromos lesz, vagy... De egyébként gyártanak még V8-asokat. De hogy ne gyártanának, ajaj. Nem sokan, de gyártanak. Mindjárt majd felöp is beletudtam ebbe a francba. Jó, ez egy klasszissal jobban megy ez. Egy nagyobb is. Ezért például a Dodge Charger, ugye az a Hellcat, az például a V8-as, az biztos. Na már! Igen, azt tudom, hogy ők is letették, de még lehet venni. Azt tudom. Meg szerintem az évben is a... Ugye a... Mondd már, a RAM 1005-ösökben is V8-as van. Az SRT verzióban, szerintem. De most miért rakadtunk el? Tavaly gyártották az utolsókat? Azt emlékszem, hogy a Vályi Pistiék megírták, vagy egy volt róla videó. De azt hittem, hogy még gyártják egy ideig. Erre nem emlékeztem, hogy már abba is hagyták a gyártását. Igen, mondjuk azért tényleg ilyen jelenlegi üzemanyag árak mellett kicsit értelmezhetetlen a fogyasztása. Hát na. Már csak ilyen. Most itt azt kéne kitalálni, de hogy hol a pénkbe visszük el ezt a rengeteg vasat. Ezt a bazi vasat. Menjünk a hón. Havon. Havontat. Na figyelj, nézd már. Baszik rá. Akkor mi menjünk már arra. Rövidítsünk. Személykocsikból már nincsen V8. Áj, most mi beakadtunk bele. Na hát az nagyon szomorú. Nagyon-nagyon szomorú, pedig V8 az legenda. Én egyébként megmondom őszintén, én a V10-et jobban szerettem, még a régi M5-ösnek a hangja, meg a régi Forma 1-es V10-eseknek. Áj, ez nagyon. Azt nagyon szerettem. Ajá, most merre? Erre? Ja, szerintem még az égben, tényleg a remekben még biztosan az van. Én legalábbis úgy emlékszem. Meg szerintem az F-150-ben is, ami nem hibrid, abban még... Ez lehet, hogy az V6-os. Majd megnézem én is. Egyébként megmondom, hogy egy kicsit én is gondolkozom ezen, hogy kéne valamilyen... Ilyen kicsit ilyen... Tudod, ilyen... élményautót venni, nem túl drágán. Most pont a mai nap reggel, amikor mentem be a céghez, akkor... Akkor láttam egy tizedik generációs, vagy nem is tudom, hogy hanyadik generációs Honda Type-ert, Civic Type-ert. Ez megdobogtatta a szívemet. Na, szóval itt is meglett az aranyunk. Azt szerintem a Mustangban már V6-osok vannak és turbósak. A viszonylag hamar áttértek, azt tudom. Úgy emlékszem. Na, hát ezzel sikerült megcsinálni.
szupi. Mehetünk át. Ugye itt most gyakorlatilag most már nincs olyan időkre menős küldi, amit ne csináltunk volna meg. Úgyhogy nincs más teendünk. Át kell mennünk Yukonra. Yukra futunk. Ez jó szar volt. Na, akkor nézzünk körbe egy kicsit. Itt már több küldetésünk van. Van ez a Down. Az, ugye onnan kell indulnunk, és itt ezen a jég rengetegen kell lejönnünk. Hallod, na ez cuccos. Én erre nem is tudom, hogy mivel mentem föl először. Szerintem azérevel mentem föl, a Lodestarral. Ha menjünk azzal, mit szóltok? Oda menjünk föl. Menjünk Lodestarra, ha nincs ellenvetésetek. Tü-tü-tü. Egy. Nagyon kis tuti jármű ez. Early game-es, de mindenen is átmegy. Tényleg veszedelmes. Ide viszont kötelező a láncos gumi, mert ott tényleg olyan helyen kell fölmenni, ahol a lánc nélkül teljes mértékben esélytelen fölmenni. Ezzel. Menjünk szirénázba. Úgy. Heavy duty. Defender. Legyen Defender. Talán. Ez jól tűnik. Oké. Okay. Érdekes festés. Zöld, fosbarna, ánt. Legyen piros. Igen, van még a Mustangokban 5-2-es V8-as motor. Na, az valami.